A pályaválasztási kiállításon diákok maguk is népszerűsítették iskolájukat. A komáromi Kempelen Farkas szakközépiskolából Piroska és a Farkas együtt osztogatta a szórólapokat. Nagyon jó, jók a tanárok és a közösség is nagyon jó. Mi leszel, ha nagy leszel? Mire készülsz? Vendéglátás, idegenforgalmat tanulok. Szóval pincér. Versegi Pétert épp egy olyan jelmezes farkas fogta meg az iskolának 2 évvel ezelőtt, akinek a gúnyájába ma ő is beöltözött. Mentünk össze-vissza, és akkor is volt ugye ilyen farkas jelmez. Viccesnek találtuk, úgyhogy elkértük ezt, kértünk szorólapot az iskolától. Meg igazából oda is terveztem a tovább tanulásom, mi az is úgy, ahogy közel van, és ott van az, amit tanulni akarok. Hát, igazából még nem tudom, de vendéglátás turisztikán vagyok én is, úgyhogy pincér, recepciós vagy ilyesmi. Kovács Ákos Dorogról jött, végzős általános iskolás, hogy informálódjon a megyei lehetőségekről. A katonai és a rendészeti dolgok érdekelnek, valamint a vadgazdálkodás és ami kapcsolatos a biológiával. Hát beszélgetek is, a szórólapokat is elolvasom, és kérdezősködök. Hogy döntesz? Hát azt, hogy milyen üzemekkel vannak kapcsolatban, az tényleg, és hogy milyen tanáraik vannak, meg hogy milyen a hangulat az iskolában. A Tatabányai Pécs Antal szakközépiskola évek óta jelen van a kiállításon, és mérik is, hogy a látogatókból diák válik-e. Mérhető, természetesen mérhető, ugyanis itt mellettünk a standon éppen vegyipari bemutató folyik, illetve az elektronikának a bemutatása, illetve az elektronik szakmacsoport bemutatása, illetve a gépészet és az informatika szakmacsoport bemutatása. Teszteket, totókat töltenek ki a tanulók, e-mail címeket kapunk tőlük, és így kiértékelve az eredményüket tartjuk a kapcsolatot, és hogyha eljönnek hozzánk a nyílt napra, akkor értékes ajándékokat is kaphatnak. Utána pedig meg tudjuk nézni az e-mail címek alapján, illetve a nevek alapján, hogy hány tanulót sikerült elérnünk, és hányan választották a mi szakképzésünket. Szakképzést nem végző, de szakmájukat népszerűsítő intézmények is jelen vannak. A Tatai Kórház standjánál az egészségügyi szakmákról kapnak felvilágosítást az érdeklődők. A fiatalok érdeklődőek, és jönnek, és megnézhetik, kérdeznek, tehát nagyon érdeklődőek, úgyhogy nagyon jó ötletnek tartom, hogy az ápolást, az egészségügyet sokkal közelebb fogjuk tudni hozni hozzájuk. Kestcsináló, a szakmákat szeretnénk közelebb hozni, igen, a fiatalsághoz. Nyilván nem csak az ápolónői tevékenységet, de mondjuk be tudjuk mutatni a gyógytornát, a fizioterápiát, radiológiát, tehát tulajdonképpen egy nagyon széles palett. Tehát tudunk a mai nap bemutatni a gyerekeknek. A megyei pályaválasztási kiállítása a Tatai edzőtáborba holnap délig még várják az érdeklődőket.